Kiállítások, beszélgetések, gyermekprogramok, film és koncertek várják idén a Múzeumok Éjszakája látogatóit Nyíregyházán. A Szabolcsi megyeszékhelyen már 9. alkalommal tartják meg a kulturális nagyrendezvényt, amely június 14-én szombaton egész éjjel a tavainál is több helyszínen várja a kultúra kedvelőit. Szeretnénk a múzeumot kinyitni és minél több múzeum látogatót szerezni, bemutatni a városnak, különösen, hogy tavaly január 1-től a város fenntartásába került, és tavaly már a Károly gyűjtemésbe kapcsolódott, és nagyon örülök, hogy most újabb intézmények, kiszélesedik a helyszín, meg az együttműködés is, és például a Kereszt utcán ugye a raktárhelyiségek gondjainak enyhítésére új raktárhelyiséget biztosított a város, és ugye ott csinálnak egy sörkertet. Tehát ez nagyon kreatív, újabb programokat indított el. A rendezvény megnyitóját szombat délután 4 órakor tartják meg a József András Múzeum előtt. Az idei Múzeumok Éjszakája témája a történelem kellős közepén, Józsa és Krúdy kora. Ebben az évben ezt a történelmi kort idézik meg. Krúdy tudjuk, hogy nagyon szegényen halt meg, villanyt is kikapcsolták, semmire nem maradt, ami hagyaték lenne, amit be lehetne mutatni, hiszen egy pár öltöny, egy pár kabát, ennyi volt a leltár, amikor szegény meghalt. A hangulatát szeretnénk ennek a világnak meglesni, vagy megmutatni inkább, hiszen mégiscsak ugye Krúdyhoz oda tartozik az utazás, oda tartoznak a kis kocsmák világa, de oda tartozik az álomfejtés, oda tartozik a füveskönyv. Tehát mindez. A József András Múzeumban új időszaki kiállítások nyílnak, Józsa és Krúdy kora, a régészet hőskora, Nyíregyháza és Krúdy Józsa szemével, és a Béke a háborúban címmel. A gyermekek számára a múzeum udvarán népi játszóházat, a múzeumban pedig nyíri játszót rendeznek be. A kicsiknek Pregicer Fruzsina olvassa fel a gyermekszoba meséit, kihirdetik a Tervezzünk mozaikot pályázat eredményét, lesz álomfejtés, Huszárik Katával magyar reneszánsz koncert, és színpadra lép Lár András, a Prémvadászok, a Szüret utca, a Nap együttes. A Kereszt utcán pedig sörkert nyílik. A szabadtéri színpadon 9 órától a Belmondo együttes koncertezik. A látogatókat a helyszínek között kis vonat szállítja majd. A Múzeumok Éjszakáján az összes helyszín egy-egyen látogatható.